Jó napot kívánok minden érdeklődőnek, itt vagyunk az M3 autóparkban. Budapest 15. kelet, Szent Mihály 90 számban, és ezt a Ford Mondeo 2.2 TDC-t néznénk meg. Ez egy kombi verzió, és egy Ghia kivitel, és ez egy 155 lóerős TDC-i motorral szerelt szerkezet. Ugye Ghia kivitel, azaz jó magas gyári extrás ez az autó. Kötvényszorot láttam rajta, Ghia Chrom betéteket, gyári alufelnit. Jó sok műszaki van rajta, ami nem az extra része, de mondjuk rá, hogy 2014. februárig van műszaki vizsgája. Gyönyörű metál, zöld, sötét zöld színű ez az autó. Minden eleme szép, épp és nincs összetörve. Jó gumik vannak rajta, hatalmas csomagtér, ami ezt az autót vonzóvá teszi, már aki ilyet keres. Van hátsó rolónk, ami természetesen megvan, és gyönyörű vaj belső kárpitozása van. Nincs összetörve, nincs összeverve rajta semmi. Látszik, hogy nem ipari célú autó volt. Nézzük meg az autónak a belsejét. Először itt az autónak a hátsó részét. Itt a kis emblém, ami hirdeti a felszereltséget. Azt mondja, hogy vajbőr kárpit, középső könyöktámasszal. Gyönyörű a kárpitozás. Hatalmas tér van itt a lábnál és a hátsó utasnak is. Hátul is elektromos ablakokkal szerelt. Aztán mit tudunk még róla? Van egy kulcsos kezembe, a másik az bent van. Azt mondja, 4 darab elektromos ablak és fabetétekkel. Itt is az a gyönyörű vajkárpitozás, nincs szétülve az ülésen, nincs szétrepedezve a bőrkárpit benne. Elektromosak ezek az ülések, amik benne vannak. Kormányról vezérelhető a zenéje, aztán és abban a tempomat, inkább innen a zene irányítható. Aztán nézzük meg, hogy mennyit mutat az óra. Úgy a sötét van. Azt mondja, hogy 250 ezer. Azért beindítjuk, minden csekkol és minden rendben van rajta, kialszik rajta minden lámpa, aminek ki kell aludnia. Jó hideg van és sötét sajnos. De aha, már is van fény. Azt mondja, hogy így néz ki a műszerfalunk. Gyönyörű szép fa és bőr kormányunk van. Aztán van egy digitális automata klímánk itt, óra. És gyári Sony Hi-Fi van benne, ami rendkívül jól szól. Az ESP ugye kikapcsolható, és itt van az ülésfűtés, ami bőrös autónál nagyon nagy előnynek látok. 6-os kézi váltó van benne, középső könyöktámasz és az utas ülések is gyönyörűek. Van benne jó sok légzsák, szerintem 6 biztos, hogy van benne egy ránézéssel. Fönt is és az ülésekben is van még légzsákocska, hátul nem láttam. 6 légzsákkal számoljunk, az a biztos, és azzal, hogy ez egy jó állapotú autó, meg azzal, hogy jó az ára is, és önök nem sokára el fognak ide hozzánk jönni, mert megtetszett ez önöknek. Köszönöm, hogy itt voltak, jöjjenek ezt személyesen is hozzánk.